Napokkal ezelőtt először Csanád Albertin keresték nagy erőkkel az állatot, azonban szerdán már az M43-as autópálya Kövegyi pihenője melletti búzásban látták. A Makót Köveggyel összekötő úton egy csanádpalotai családnak sikerült videófelvételt készíteni a riatmaciról, ahogyan átszaladt a kocsijuk előtt és befutott a közeli mezőgazdasági területre. Érdemes tehát térségünkben is óvatosan közlekedni, valamint találkozás esetén inkább elkerülni az állatot, hiszen már sem ő, sem a korábban hazánkban felfedezett medvék nem okoztak problémát, veszélyes lehet.